A hagyományokhoz hűen idén is benépesült a Városház tér szombaton délelőtt. Ezúttal 16 intézmény 1288 ballagó diákja búcsúzott közösen osztályfőnökétől, iskolájától. Az ünnepségen a városvezető is köszöntötte a fiatalokat, megköszönve az elmúlt évek munkáját, és bízik abban, hogy az egyetemi évek után minél többen visszatérnek majd Székesfehérvárra. Bízom benne, hogy a város, az iskolák, tanárok mindent meg tudtunk adni nekik ahhoz támogatásként, hogy azt az életpályát megtalálják, ami szeretni fognak csinálni, üzni a mindennapokba, és a saját boldogulásukat és boldogságukat is megtalálják emberi, szakmai és egzisztenciális értelemben, és hát persze abban is bízunk, hogy nagyon sokan eleve itt maradnak Székesfehérváron, vagy ha most el is mennek városunkból, akkor ide haza fognak térni a következő években, évtizedekben. A végzősök nevében Borbély Levente, a 14. fehérvári versünnep győztese, Szabó T. Anna Útra való című versével búcsúztatta diáktársait. Bátorság, indulj, meg ne torpanj! Ne kérdezz, hogy a célod hol van, kösd könnyű kendőt, kösd sarut. Ki tudja, merre visz az út. Ha minden lépés élvezett, tám minden is hová vezet. Csak lélegezz. Csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni és menni. Az esemény végén minden ballagó osztály emlékszalagot kötött Székesfehérvár zászlajára, majd az iskolájukba vonulva folytatták az ünneplést, amely nem tarthatott sokáig, hiszen hétfőn elkezdődtek az írásbeli érettségik.